Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy inspiráló gondolatsort engedjenek meg itt az elején, és gyorsan ki fog derülni, hogy miért is ezt választottam. A bennünk tovább rezgő dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre, bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk. Ezt egyébként Miklós Erika mondta, és azt gondolom, hogy nagyon is igaz. És itt Székesfehérváron nagy szeretettel és tisztettel köszöntöm Fürjes Anna Csengét, az idei junior primadíjas operaénekesünket. Ugye kedves nézőink már tudják, hogy ez micsoda rang és elismerés, mégpedig azért, hiszen Stranyák Dávid személyében, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar harsonőművésze személyében mi is büszkélkedhetünk egy székesfehérvári, most már székesfehérvári junior primadíjassal. És hát ő is így mondta. Mielőtt beszélgetnénk a pályafutásodról, mindarról, ami elvitt november 26-áig, addig a pillanatig, amíg a Víg Andrea Marton Évával filmjelzett zsűri kimondta a nevedet, először is nézzünk meg egy rövid bemutatkozást, ami ehhez kapcsolódik. Fürjes Anna Csenge 2015-ben a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola által szervezett 6. országos szakközépiskolai énekversenyen első díjat nyert. 2015-től 2020-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendéke volt, tanárai Melát Andrea és Marton Éva. 2019-ben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült, 2020-ban pedig elnyerte a Richard Wagner Társaság ösztöndíját. A Magyar Állami Operaház szervezésében 2020. február 13-án debütált az Erkel Színházban. Nagyon pici koromtól kezdve tudtam, hogy énekelni szeretnék. És anyukám még poénkodtak is annó ezen, mert mindig mondták, hogy nagyon rossz hangom volt kiskoromban, nagyon rosszul énekeltem. És akkor mondták, hogy hát majd maximum operaénekes nem lesz belőlem, ugye? Ott én erre rácáfoltam. Az operaének mesterképzést Marton Évánál fejeztem be. Ő a világ legnagyobb színházaiban énekelt, és ahogy elmeséli ezeket az élményeit, a próbákat, és egyáltalán azt, hogy mit várnak ezek a nagy színházak egy énekestől, mit vártak annak idején, és mit várnak ma, ez szerintem a legfontosabb egy pályakezdő énekesnek. Sokszor olyanok is megszeretik miattam ismerősök az opera műfajt magát, akik egyébként nem hallgatják maguktól. Valahogy nem tudom, elvarázsolja őket a színpad és ez a fajta zene, főleg a romantikusok. A junior primadi először is egy bizalom, és ezt a bizalmat szolgálni kell majd a jövőben. A másik pedig, hogy szerintem nagyon fontos visszajelzés ez a pályakezdő művészeknek. A 2020-as és 21-es évadban Verdi Traviátájában fogok énekelni, aztán jövőre a Poulenc Kármeliták című operájában a Mári nővér leszek, aztán a távoli jövőre nézve nyilván megvannak nekem is a szerepálmaim. Nagyon szeretnék majd Juditot énekelni a Kék szakállúból. Számomra talán még mindig a legmeghatározóbb élmény az a konzis énekverseny. Ez volt az első olyan koncertem, ahol egy rövid időre, de azt éreztem, hogy most a tőlem telhető maximumot nyújtom. Szerintem ez az, amit egy művésznek el kell érni, amiért küzdünk, hogy a színpadon minél hosszabb ideig, vagy minél többször átélhessük azt a varázslatot, amikor mindent átadunk és mindent kiadunk magunkból. Nos, ilyen az, amikor a tehetség és a szorgalom kézen fogva jár, mondom én. Viszont el kell indulnunk valahonnét, és el kell indulnunk annál is inkább, mert hogy olvasom, hogy a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola kitett egy közleményt, hogy, és ez óriási dolognak tartom, hogy a 10 díjazott közül 3 is a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola növendéke volt. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan fontos pillanat egy intézmény életében, ami példátlan. Tehát akkor induljunk el onnét, hogy amikor a töpörtyű kicsilány, akire azt mondták otthon, hogy bizonyosan nem lesz énekes, eldöntötte, hogy azért mégiscsak kezd valamit az ösztönös tehetségével, akkor mi vitte a művészeti szakközépiskolába? Tehát mert az biztos vagyok benne, hogy jól énekeltél nyilvánvaló.
Eleinte nem, ahogy a kis videóban is elmondtam. Hát nyilván ez elég fiatal koromban volt, 6-7 évesen. De aztán annyit gyakoroltam, és annyit foglalkoztam ezzel, hogy valószínűleg tartom, hogy a hallásom fejlődött folyamatosan, és ennek köszönhettem azt, hogy végül is kialakult egy jó készség, egy jó éneklési készség. És aztán az általános iskolát is már egy zenetagozatos osztályban végeztem el. Ez különösebben nagy eredményeket nekem nem adott, vagy támogatást nem adott, de végül is abban segített, hogy tudjam, hogy errefelé szeretnék majd tovább indulni. És így anyukámnak köszönhetően jutottam el a Bartók Konzi egyik nyílt napjára, ahol végül is meghallgattam Jelinek Gábor tanár úrnak egy óráját. Többek bent ültek a nyílt napon, és a végén felajánlotta, hogy aki szeretne, az énekelhet neki. És akkor ő megmondja, hogy érdemes ezzel így komolyabban foglalkozni, vagy sem. És anyukám unszolására végül is énekeltem neki én is, és azonnal felajánlotta, hogy segít a felvételire való felkészülésben, és aztán később ő is vett fel a Bartók Konziba, és ő is tanított 2 évig. És aztán ő nyugdíjba ment, és én legközelebb Szombathelyen találtam olyan tanárt, aki... Igen, Celler Krisztián a személyében, mindig megköszönöd neki. Igen. Mi mindent lehetett tőle megtanulni? Hiszen én azt gondolom, hogy egy fiatal tinédzser számára, aki kellő erővel bír, tehát van jövőképe, van tehetsége, és ezt tudja is, annak egy olyan mester kell, aki ezt megerősíti és továbbfejleszti. Igen, Jelinek Gábor is ilyen volt, és nekem ténylegesen szükségem volt a megerősítésre és a vezetésre is. Én nem voltam soha egy egyszerű természet. És végül is aztán Celler Krisztinával sikerült egy nagyon jó baráti viszonyt is kialakítanom, azt hiszem, aminek köszönhetően már abban a fiatalkorban meg tudtam benne maximálisan bízni, és ő végül is segített abban, hogy felkészüljek és felnőjek az egyetemi évekre. Tehát a bizalmi elv az nagyon fontos. Igen, számodra. Nagyon. Énekes viszont... szempontból főleg, tehát az énektanulás az egy nagyon intim történet. Voltak-e az elején olyan nehézségek, amelyeken át kellett segíteni téged? Azt mondod, hogy nehéz természet vagy. Igen, nekem nagyon nagy váltás volt Budapesthez képest Szombathely. Nagyon nagy osztályunk volt maga a Bartók Konzi is, egy elég nagy intézmény, és nagyon szerettem oda járni. Rendkívül jó közösség volt. Többen azóta junior prima díjat kaptak az előző osztályból is, és nehéz volt nekem azt ott hagyni, és megszokni Szombathelyet, ami egy sokkal kisebb közösség volt. De aztán végül is szerintem úgy az első fél éven végére sikerült akklimatizálódnom Szombathelyen, és ebben nagyon sokat segített nekem a tanár. Igen, ez rendkívüli felelősség. A egyik oldalról a pedagógusok részéről, a másik oldalról maga a tanítványnak is nagyon sokat kell tennie azért, hogy a benne rejlő tehetség az kibontakozhassék. Szorgalmas voltál egyébként? Szorgalmas voltam mindig, igen, és maximalista. Ebből voltak leginkább szerintem problémáim, hogy sokszor türelmetlenné váltam, hogyha valamit nem sikerült bizonyos időn belül megoldanom, vagy úgy megoldanom, ahogy én szerettem volna. És ezen sokat kellett dolgoznom. Melyik volt az az első pillanat, az az első siker, ami azt mondtad, hogy most már kezdek ott lenni, amit elvárok magamtól? Szerintem nem volt ilyen. Nem volt ilyen? Nem. Én az a fajta ember vagyok, aki, hogyha visszahallgatom, vagy visszanézem magam, akkor mindig első sorban a hibákat és a javítani valókat látom, és soha nem azt, hogy ez most nagyon tökéletesen. Igen, mert itt én olvastam, hogy 2014-ben már az jelentős siker a Gregor József emlékversenyen, igen, a dobogó, majd egy esztendővel később a országos szakközépiskolai énekversenyen pedig a győzelem, az már első díj. Igen. Ott akkor is hiányzott még valami? Ez egy különleges pillanat volt, ahogy a kis videómban is beszéltem róla, mert sikerült elérnem azt, hogy nem is tudom, teljesen átadjam, ami bennem van. És az előtte ennyire hosszú időn keresztül nem volt jellemző még. De nyilván ott is voltak technikai problémák, amikkel kellett utána is, és a mai napig is dolgoznom. Tehát, hogy technikai szempontból, vagy ilyen szakmai szempontból nyilván nem volt tökéletes maga a koncert, de nekem az egy nagyon fontos fordulópont volt. Maga az érzés, amit a színpadon átéltem. Viszont az egyetem az mindig egy különleges lépcső. Igen. Méltóság és felelősség kíséri mindenkinek minden egyes mozdulatát, minden egyes kibocsátott hangját, aki a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ott van, független attól, hogy zeneművész lesz, énekes lesz.
Milyen volt az első éved? Mert azt azért meglehetősen nehéz megszokni. Különleges kihívás egyrészt a pedagógusok, a sztárparádé van ott, amerre nézünk mindenütt. Nem volt zökkenőmentes, így tudnám megfogalmazni. Nekem kellett ahhoz is kellett idő, hogy Szombathelyet megszokjam, úgy ugyanúgy vissza kellett szoknom a pesti életbe is, a családias hangulatú iskola után. Hát nagy nyomás volt rajtam, megmondom őszintén, az első évben. Tehetséged okán? Inkább én azt gondoltam, hogy nagyon extrém elvárásokat állítanak velünk szemben, és ez szerintem nem volt így. Tehát ezt valószínűleg csak én éreztem így, vagy azok érezték, akik abban az évben felvételt nyertek. Összesen 6-an voltunk, azt hiszem, ha jól emlékszem, egy elég nagy merítésből. Ráadásul a tanszékvezetőhöz kerültem egyből, Melát Andrához, ugye az egyetemen. Úgyhogy szerintem saját magam generáltam egy plusz feszültséget, amit aztán végül is az 5. éven végére sikerült valahogy megszoknom. Elképesztő kihívás egyébként Melát Andrea és Marton Éva. Igen. Tehát mindkettőnk külön-külön. Az egyik, hát ugye tudjuk, hogy Melát Andrea a tanár, csupa nagybetűvel, ha úgy tetszik, Marton Éva pedig a produkció, a nagymester, hogy ha elindulunk a Carnegie Halltól, teljesen mindegy, hogy körbenézünk a világban, mindenhol ismerik ezt a nevet. Mi mindent lehetett megtanulni tőlük? Kellett-e egyáltalán tőlük tanulni, vagy rájuk hasonlítani, vagy engedtek szabadon, én inkább azt gondolom, hogy ők rájuk ez jellemző inkább, hogy kibontakozhassék a tehetség. Soha nem igyekeztek azon, hogy saját magukra formáljanak, nem csak engem, hanem bármelyik növendéküket. Inkább, ami szerintem nagyon fontos, és ami miatt nagyon hálás vagyok nekik, arra próbálnak tanítani minket, hogy megtaláljuk azokat a területeket, ahol kiemelkedően tudunk teljesíteni, akár legyen az mondjuk egy korszak, vagy stílus. Tehát, hogy ezekben próbálnak segíteni nekünk, hogy megtaláljuk a saját fő területünket. Igen, már meg is érkeztünk a következő kérdéssorhoz. Korszak és stílus. Melyik az a korszak, amely elvarázsolt téged? Hiszen bármelyik, minden énekművésznek, néhány kibondják, mások nem mondják ki, de minden énekművésznek van egy olyan szerzői kultusza, amit nem enged. Erre azt tudnám válaszolni, hogy minden, ami romantika és ami a romantika után volt, ezek állnak hozzám a legközelebb, szerintem hangilag is, bár egyébként a barokkot is nagyon szeretem és szívesen énekelem. A klasszika talán, ami a legtávolabb áll tőlem jelenleg, de ez még változhat akár jövőben, nem tudom. És amit még kiemelnék ezen belül is, ez a francia zene. Nagyon szeretem a francia zeneszerzők műveit. Igen, hát itt néztük egyébként, tehát ha az énekversenyeket vesszük, akkor folyamatos sikerben van részed. Mi a különbség egy énekversenyen, illetve a színpadi fellépés között? Miként van, aki nehezebben viseli a tágabb közösséget, nyilvánvaló, hogy egy operára felkészülni, egy komoly operára, az nem egy énekversenyre való felkészülés. Tehát mindig más. Más a szellemiség. Van kedvenc? Kedvenc verseny, vagy kedvenc Igen. előadás? Kedvenc előadás mondjuk inkább. Ha már egyszer tudjuk, hogy annyira óriási kihívás neked, és szigorú vagy önmagadhoz. Az eddigi abszolút csúcs előadás szerintem az a Carmen volt az Operavizsga Fesztiválon. Egyébként is ez az álom szerepem. Nagyon szeretném majd a jövőben megcsinálni magát a teljes operát nagy zenekarral. Ugye ott egy kamara verzió ment, kisebb apparátussal, de hát Carment énekelhettem, és ez nekem egy csodálatos élmény volt. Hát bízé mindig csoda. Igen. Az Andor Éva versenyen, énekversenyen ugye Kodály dalt énekeltél, és ezt mindenki dicsérte. Igen. Mennyiben különleges egy kortárs darab, illetve egy operaénekes számára egy kortárs darabot énekelni, egy Kodály dalt mondjuk, mint egy olyan operában szerepelni, hát nyilvánvaló, hogy az a csoda. Mint ahogy mondtad, ugye a Giacondát énekeltél, Igen. a Bizet említetted, aztán még vár rád egy csomó olyan főszerep, ami azt hiszem, hogy fontos. Talán a Kodályokat már nem is sorolnám a kortárs művek közé. Abszolút olyan számomra az, mint bármelyik másik klasszikus opera. Nagyon szeretem őket énekelni, és szerencsére volt lehetőségem szerte a világban prezentálni őket. Ami nagyon különleges élmény számomra mindig az, hogy azok is megértik a történetet, akik nem feltétlenül tudnak magyarul, vagy csak kicsit.
Tehát, hogy annyira jól vannak ezek megírva, hogy abszolút érthető mondjuk egy ballada története, az érzelmi és karakteri Vidális. Változások benne. Egyébként én kortárs darabokat is nagyon szívesen énekelek, és tanulok. Most már azt hiszem, hogy megvan hozzá a megfelelő technikám, hogy meg tudjam őket tanulni. Nem ének technikailag értem, hanem a, tehát, hogy maga a folyamat, hogy lehet ezeket könnyedén elsajátítani. Egy opera énekesnek kell példakép? Abszolút, igen. Van is. A tanáraimon kívül is. Tehát nyilván Marton Éván kívül. Marton Éván és Melát Andrán kívül is vannak, igen, igen, akikkel nem találkoztam. Ha a top 3-at kéne elmondanom, akkor az Dolores Adjik lenne. Igen. Olga Porodina talán, és mondjuk a mai nagy sztárok közül Elina Garancsa, akiért abszolút 100%-ig oda megkérdezhetem vagyok. A miértjét, hiszen mind a hárman különleges és más stílust képviselnek. Mindig elvarázsolnak. Igen. És mindig, amikor hallgatom őket, akkor rájövök egy csomó dologra, hogy mit, hogy lehetne csinálni, hogy ők mit, hogyan csinálnak, tehát el tudok tanulni tőlük rengeteg mindent. Úgyhogy nagyon sokat szoktam. Ugye a szerzők közül romantikusokat említetted, igen, de nyilván ott is megnevezhetünk valakit, valakiket, akik még várnak arra, hogy majd egyszer csak úgy halóporaikban is, hogy jön Anna, és majd énekli az egyik főszerepünket. Remélem, hogy ez meg fog történni. A Verdi, nagy Verdi szerepeket szívesen énekelném. Milyen rövid távú céljaid, terveid vannak? Szeretnék itthon minél többet énekelni. A koncertéletbe is nagyon szeretnék bekerülni. Ezt többször is elmondtam már, amikor a díjjal kapcsolatban kérdeztek, hogy eddig azért főleg az operánál tudtam rendezett előadásokban működni, illetve az akadémia előadásaiban, de a koncertéletben annyira nem sikerült még bekerülnöm, és ezt szeretném, hogyha változna majd a jövőben, úgyhogy remélem, hogy lesz rá lehetőségem. És ha egy tágabb jövőképről kérdezlek? Megvannak a szerepálmaim, nyilván a nagyon távoli jövőre nézve, de ez még kérdés. Családod miként viszonyul ahhoz az úthoz, amit megtettél? Hiszen édesanyádat említetted a beszélgetésünk elején. Abszolút, és 100%-ig támogatnak. Nálunk senki nem zenész, ugye, tehát nekik ez egy kicsit furcsa világ volt, főleg az elején, de anyukám például most már nagyon profin beletanult a dolgok működésébe, és folyamatosan támogat engem mindenben. Tehát minden kerek. Igen. Nos, hát így advent idején mit szeretnél a fa alá? Nem tudom, én nem vagyok annyira az ajándék kapás híve, én inkább adni szeretek. Hát ez az ajándékot már megkaptad, de ez nem ajándék, hanem egy olyan elismerés, ami azt hiszem, hogy kijár minden olyan, akik már most olyan szinten teljesítenek, akikre majd még később klasszikus zenekedvelők büszkék lehetünk. De én azt kívánom, hogy akkor teljesüljenek azok az álmaid, amelyeket nem fogalmaztál meg pontosan, de azok a szerepálmaid, hiszen ez nekünk is nagyon jó. És hát köszönöm, hogy megtiszteltél, mert így most már számtalanszor több egyszer bizonyosodott be, hogy remek kuratórium jött össze a Junior Prima díj kapcsán is, hiszen méltó kezekbe került ez a rangos elismerés. Köszönöm, és mindnyájunk nevében sok sikert kívánunk, és áldott békés karácsonyt. Köszönöm szépen, és viszont. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Vendégem Füriyes Anna Csenge volt, az idei junior primadíjas operaénekes. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra, minden jót!